Két már bennmaradó csapat lépett pályára a számukra utolsó meccsen, így nem meglepő, hogy mindkét oldalon többségében azok a játékosok kaptak szerepet, akik korábban kevesebb időt töltöttek a parketten. Az első negyedet a cápák nyerték 5 ponttal, majd a második 10 percben újabb 1 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. Fordulás után sem változott a játék képe, a zalaegerszeg próbált közelebb kerülni ellenfeléhez, de a hazaiak rendre válaszolni tudtak a kapott kosarakra. A záró negyed sem hozott változást, így a Nyíregyháza 10 pontos győzelemmel búcsúzott szurkolóitól. Mokánszky Máté 16 perc alatt 12 pontot szerzett a mérkőzésen. Tudtuk, hogy ez a meccs már nem döntő olyan szempontból, hogy bennmaradunk-e vagy sem. Arról döntött, hogy 17. helyet meg tudjuk-e csípni a végén vagy sem. Tudtuk, hogy milyen kerettel fogunk mi is felállni, illetve a Zalaegerszeg is. Ennek fényében szerintem mindenki kivette a részét a saját posztján és perceiben, hogy hozzájáruljon a sikerünkhöz. Szeretném megköszönni a szurkolóknak a támogatását egész évben. Nélkülük lehet, hogy most nem lennénk ilyen boldogok és felüdültek, szóval köszönjük még egyszer. A hazaiak edzője annak örült, hogy a tét nélküliség ellenére is motiváltak voltak a nyíregyházi játékosok a szezon utolsó meccsén. Pszichésen az ilyen meccsekre azért nehezebb készülni, de hozzá kell tenni, hogy az Zalaegerszeg is motivált volt és győzni akart, és szerintem emiatt kerekedett egy olyan meccs, ami azért annak ellenére, hogy nem volt tétje, egész jó volt. Itt a végén úgy érzem, hogy jól kihasználtuk az Zalaegerszeg hibáit, és az előtt labdából le tudtuk őket kontrázni, és ez döntött a végén, és Mátéhoz hasonlóan is szeretném megköszönni a szurkolóknak nem csak a mai mérkőzés, hanem tényleg az egész évet, és remélem, hogy rászolgáltunk a bizalmukra. A vendégek edzője a vereség ellenére is elégedett volt a fiatal zalaegerszegi játékosok teljesítményével. Mindkét csapat már korábban elérte, hogy bennmaradjon, ettől függetlenül győzelemre játszottak a felek. Az amerikai játékosaink többségében nem léptek pályára, így több lehetőséget kaptak a fiatalok. Boldog vagyok, mert jól teljesítettek. Sok sikert a Nyíregyházának a következő szezonra. Az alsóház másik meccsén az atomerőműesek 90-81-re nyert Pécsen. A Nyíregyháza végül a 11., a Zalaegerszeg pedig a 12. helyen zárta a bajnokságot. A bennmaradásról a két győzelemig tartó atomerőműesebb Pécs párharc dönt majd.